Köszöntöm a Terézvárosi magazin nézőit. Önök a Terézvárosi kék híreket látják. Wagner Zsófia, rendőrhadnagy vagyok. A budapesti rendőrfőkapitányság bűnügyi főosztály rablási osztálya eljárást indított rablásbüntet elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az ismeretlen férfi 2016. február 24-én 9 óra 40 perc körüli időben egy Budapest 6. kerület oktogontéri bankfiókba bement, majd az egyik alkalmazottat fegyvernek látszó tárgyal megfenyegetve felszólította a bevétel átadására. Az alkalmazott ennek eleget tett, a férfi a pénzen elmenekült a helyszínről. Az eset során senki nem sérült meg. Az ismeretlen tettesről fénykép és videófelvétel rendelkezésre áll. Az elkövető személy leírása. Körülbelül 185 cm magas, átlagos testalkatú, körülbelül 35 éves férfi, aki a cselekmény során sötét színű sapkát, kék nadrágot és szürke színű kabátot viselt. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a képen látható szemét felismeri, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-81-41-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111 telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.police.hu e-mail címre. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága pénzhamisítás büntet elkövetésének gyanúja miatt eljárást indított ismeretlen tettes ellen, aki 2016. január 23-án 21 óra 35 perckor a 1063 Budapest 6. kerület Terézkörút egyik gyorséttermében hamis 10.000 forintos papírpénzt adott át a kiszolgálónak, aki ezt azonnal jelezte az üzletvezetőnek. Ez alatt az idő alatt az ismeretlen férfi távozott a helyszínről anélkül, hogy az általa rendelt ételt vagy a visszajárót átvette volna. Az elkövetőről a biztonsági kamera felvételt készített. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-81-41-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111 telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.police.hu e-mail címre. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága lopásvétség elkövetésének gyanúja miatt eljárást indított ismeretlen tettesek ellen, akik 2016. február 23-án délután 7 óra körül időben a Budapest 6. kerület Jókai utcában található egyik élelmiszerüzletből még a gyártmányú édességeket tulajdonítottak el, oly módon, hogy amíg a boltba érkező nő az eladó figyelmét elterelte, a vele érkező férfi az édességeket a ruházatába rejtette, majd a boltból távoztak. A lopási kár 55.800 forint. A bolt kamerái felvételt készítettek az elkövetőkről. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a képen szereplő férfit és nőt felismeri, fellelhetőségű helyeikkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-81-41-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111 telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.police.hu e-mail címre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra!